Az utolsó hazafele tartó busz. Csak a telefonon pislákoló kis fénye világítja meg az arcomat, miközben pörgetek a zenék között. Azt az egyet keresem, ami rád emlékeztet. Csak hogy tud, hiányzik az, ami végül sose történt meg igazán. Maradtál nekem az ember, akinek gondolatába takaróztam, mikor minden összeomlott. Az utolsó pillér a lángoló házban. A biztonságérzet, amit megadtál, akkor is, mikor nem sejtetted. Sajnálom, hogy nem vagy itt. Jó lenne leülni most veled, egy pohár meleg, nézz a citromos tea mellett, és elmondod, mi bánt. Ez is a féle pillanat. Elmondod azokat, amiket minden nap a fejembe tárolok, mint apró tanácsok tőled. De lehet nem is a tanácsok a beszélgetés kulcsa, csak az, hogy kicsit azt érezem, hogy talán akkor se veszítettek el teljesen. Háttérben a kedvenc bokelit lejátszomkor csak az az egy bizonyos szám pörögne. És képzeld, új hobbim lett, új könyvek, új barátok. Lehet mégis megmondtad, hogy egy napon a színművészetén fogok tanulni. Úgy ismersz, mint senki mást. De te magadról keveset mondtál. Pár dologra máső tekintek, mint annó, mindenben megtanulom a művészetet azóta. Nyitok az új dolgokra és az új emberek felé. Lehet még az új ételek felé is majd. Szeretnék egyszer megölelni és megköszönni mindent, amit értem tettél. Akkor is, ha az nem a te dolgod lett volna. Nem tudom most, mit reagálnál rá, vagy mennyire lenni megilletődve, de kérlek egyszer majd.